Kökény együttes igazából egy ilyen belső igényre alakult meg 2013-ban, amikor egyszer csak volt egy szüreti bálunk, és fellépett a Hímes Néptánc együttes, a Nagydobronyi Hímesek, és annyira fellelkesedtünk igazából, hogy meghívtuk a koreográfusokat, összeverbúváltunk embereket. Az első próbánk 2013. április 15-én volt, ahol még 25-en vettünk részt. Aztán hát ilyen hetente találkoztunk, de sajnos, mint minden más induló csoportban, itt is lemorzsolódtak emberek az időközben. Egy ilyen 12 fővel kezdtünk el próbálni és táncolni folyamatosan. 3 évig ez tartott. Azután sokan elköltöztek, nagy sajnálatunkra. És hát volt egy év igazából, amikor nem volt túl aktív a csapat. Végülis összejártunk, de egy hatan maradtunk, ezért nem volt túl sok fellépésünk, vagy bármi ilyesmi. Aztán egyszer csak megtaláltak minket, megkerestek minket barátaink. Testvérvárosunkról, Bicskéről kaptunk felkérést, hogy majd ők szeretnének minket látni saját maguknál, és akkor így ezen fellelkesedtünk. Vettünk egy nagy levegőt, újra szerveztük a társaságot, azóta vagyunk 12-en, és hát sok fellépésen veszünk részt. Nagyon sokat, minden csapi rendezvényen részt veszünk, próbálunk nagyon aktív tagjai lenni a közösségnek, de máshol is bemutatkozunk. Debreceni Népű Együttes által szervezett kezdő felnőtt néptánc csoportok országos találkozóján. Minden éven 3 éve részt veszünk, idén is készülünk oda, és már várnak minket. Barátaink vannak ott, jó baráti kapcsolatok szövődtek. Nagy Károlyban voltunk már fellépni, szintén barátok, baráti kapcsolatokon keresztül, illetve tavaly a Pomázni Magyarvár táborban. Kárpátalja volt a téma, és mi képviselhetjük Kárpátalját, a mi csoportunk, úgyhogy egy egyhetes táborban, népzenei táborban ott lehettünk, bemutatkozhattunk. Ugye 2017 őszétől elindult a mentor program, és ebben szerencsére ti is részt vehettek. Mennyire nagyot dobott ez az együttes lendületén? Mennyire nagy segítségnyújtás ez? A mentor programnak nagyon hálásak vagyunk. Juhász Attilát és Lagzi Veronikát kaptuk mentorainként, és nagyon örülünk nekik. Jó kapcsolatot sikerült kialakítani velük. Ők is szeretnek minket, és ide járnak 2 éve. Nagy fejlődésen ment keresztül a csapat, nagy szakmai fejlődésem, és úgy érzem, hogy azóta meg is bátorodtunk, pontosan azért, mert hogy biztosabbnak érezzük a létezésünket, és azt tudjuk tanulni, amit szeretnénk, az autentikus magyar néptáncot szeretnénk közvetíteni. Azért járunk össze táncolni, mert szeretünk. Mert mindenki fontosnak tartja, mert mindenkiben megvan ez a belső igény, hogy a hagyományait ápolja, és hogy valahol kiélje magát, vagy valahol meg tudja mutatni magát ilyen szempontból. És nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a mentorprogramot, és nagyon hálás vagyok a Hagyományokháza Hálózat Kárpátalja munkatársainak, Pál Kati néninek, aki rengeteget dolgozik, értünk, és hát rengeteget tesz, és tényleg olyan atmoszférát teremt, hogy mindenki jól érzi magát. Második alkalommal mutatkozhattunk be idén a Kárpátaljai Mentorprogram találkozóján, és hát imádtuk. Különben első alkalommal még tartottunk egy picit tőle, de most már szinte azt éreztük, hogy otthon vagyunk, és nagyon jó volt látni azt, hogy ennyi néptánc csoport van, és hogy mennyit fejlődtek, mert hogy azt mi is látjuk kívülről, hogy egy év alatt ki mennyit fejlődött. És mi is rengeteget fejlődtünk azóta.